lezárja a szárazföldi határait Spanyolország. A világon a negyedik, Európában a második legfertőzöttebb állam visszaállítja a határellenőrzést a Schengen jövezeten belül. A határzár nem érinti az árufuvarozást és a diplomatákat nemzetközi szervezetek dolgozóit. Ezentúl kizárólag spanyol állampolgárok léphetik át a szárazföldi határainkat, illetve azok a külföldiek, akik itt élnek és van érvényes tartózkodási engedélyük, jelentette be az intézkedést a spanyol belügyminiszter. A rendkívüli jogrendre hivatkozva a spanyol hatóságok lefoglaltak 150 ezer arckmaszkot, hogy ellássanak egy madridi kórházat. Quim Tor, a katalán elnök is elkapta a fertőzést, de korábban pozitív tesztet produkált Pedro Sánchez spanyol kormányfő felesége is. Madrid és a nagyvárosok utcái kiürültek, miután a hatóságok otthon maradásra szólították fel a spanyolokat. Hétfő este csak nem 9 és fél ezer fertőzöttről tudtak Spanyolországban, a járvány halálos áldozatainak száma pedig túllépte a 330-at.